A második ütem markáns eleme a kurca medrének kotrása, tekintettel arra, hogy ez egy folyó méretű vízfolyás, ez egy rendkívül nagy volumenű munkát jelent. Ennek az elvégzésénél különös figyelemmel kellett lenni arra, hogy a kurcában meglévő őshonos és védett életközösségek a rehabilitáció után is itt a térségben tudjanak maradni, ezért speciális szigetek kerültek kialakításra, ahonnan majd újra benépesülhet a rekonstrukció alá vett csatorna szakasz. Ez mintegy 9 km hosszban valósult meg a kurca mentén. A kurca vízforgalma szempontjából rendkívül jelentősek azok az úgynevezett vízkormányzó műtárgyak, zsilipek, amelyek nagy része a 60-as években épült a kurca vízforgalmának biztosítására, belvizek levezetésére, öntözővíz továbbítására. Ezekből a vízkormányzó műtárgyakból három új műtárgy építésére nyitott lehetőség a projektben. Ez a kurca alsó szakaszának három műtárgyát jelenti. A kurca felső szakaszának rehabilitációjára is érvényes, kidolgozott vízjogi engedélyes tervekkel rendelkezünk. Bízunk benne, hogy az előttünk álló pályázati időszakra lehetőség nyílik ennek megvalósítására. Távlati terveink között szerepel az, hogy állandó jellegű gravitációs vízpótlás lehetőségét teremtsük meg. Bízunk abban, hogy a 2014-20-as időszakban erre is esetlegesen pályázati forrást tudunk elnyerni, és úgy gondoljuk, hogy akkor, hogyha gravitációs vízpótlással a kurca a jelenleginél több vizet és sűrűbben tud kapni, az életkörülmények is az itt élők számára, az emberek számára, a társadalom, a közösség számára is sokkal kedvezőbbek lesznek. Mit jelent önnek a kurca? Én nekem a gyerekkori életem jelentős része, mint kisgyereknek az élete, itt a kurca parton történt, ami kezdődött tavasszal és végződött tavasszal. Tavasszal mindig az volt a legjellemzőbb pillanat, amikor úgynevezett sárga vizet hozott a kurca. Ez azt jelentette, hogy a köröst magos vízállásából egy átemelő rendszeren bekerült a kurcába az élővíz, akkor komoly nádasok voltak itt a kurca szélén, akkorára a nádvágók a nádakat lehorták, és a partjára kikúpolták ezeket a nádkupakat. Ez egy nagyon érdekes és szép látványa volt az akkori kurcapartnak, és utána természetesen nyár az a horgászaté volt, a halak világa. Ez a kurca volt olyan tiszta sokszor, sok éven keresztül a kórházi híd mellett, hogy a kórházi hídról le lehetett látni a fenekéig a kurcának, és ott a gyönyörű nagy balinoknak a rablását lehetett látni. Ezt csak azért mondom, hogy aki most látja a kurcát, el se tudja képzelni, hogy ilyen állapotok is voltak. És mondom, a nyár a kurca a horgászatot jelentette, az ősz is hasonlóképpen, majd télen pedig a korcsolyázás, akkor még az én legkisebb koromat éltem, akkor még befagyott a kurca, sokszor beszakadtunk, idáig az iszabba, tehát sok élmény van erről, de még egyszer mondom, ez nem hiszem, hogy csak az én élményem, hanem nagyon sok szentesi és a térségben élő emberi is. Milyen tervek vannak a 2014 utáni időszakra? Ezek az új művek, ezek mind a biztonságot szolgálják, a biztonságos vízkormányzást szolgálják. Ez egy fontos szakasza ennek a beruházásnak, ennek a rehabilitációnak, de én úgy gondolom, hogy egy másik fontos szakasza is kell, hogy legyen. Erről most itt kevés szó hangzott el, ez pedig a Bökényi duzzasztónak az ismételt visszaállítása. Ugye az a duzzasztó műnek a beton építménye mai napig is áll a körösön. Ha az egy régi ilyen úgynevezett tüskés duzzasztó mű volt, annak a megfelelő rehabilitációjával, átalakításával mondhatnám, hogy a kurca élővé tehető lenne. Egy természetes körös duzzasztás, ami 100 évvel ezelőtt már működött. Én bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban, ez nem biztos, hogy a 14-20-as időszakba bele fog férni, de távlatokban feltétlen ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, mert akkor gyakorlatilag ez a vízrendszer ugyanolyanná válik, mint amit előbb említettem, hogy lennének olyan pillanatai, lennének olyan időszakai, amikor átlátható tisztaságú víz is lehetne a kurcába. Én bízom abban, hogy ezt még megérjük egyszer.